Szeretem a biciklit, meg szeretem a környezetet is. Mindenhova, ha csak lehet, biciklivel megyek. Hát én szeretek biciklizni, meg most már a gyerekeim is szeretnek is, meg tudnak is. Régen csináltam már, most gyerekek vannak, úgyhogy most újra lefújtuk a port a bicikliről, úgyhogy eljöttünk ide. Sziasztok! Megkérdezhetjük, honnan érkeztetek? Persze, Békés Csamáról. Csömörről. Csömörről, de a Pereméről. Felügyelő úr, biciklivel érkeztél ide. Máskor is szoktad ezt a járművet használni? Én elég sűrűn használom, amikor éppen nincsen valamilyen sérülésem, amit egyébként szintén a biciklivel sikerült összeszednem. Szerencsére olyan helyen lakom, ahonnan kerékpárral viszonylag biztonságos módon lehet megközelíteni például a munkahelyemet. Nem egy rövid táv, egy olyan 14 kilométer, de azért az mégiscsak a napi testmozgást szépen lehetővé teszi. Nagyon sokat beszélnek most a kerékpáros közlekedés fontosságáról, de ez mindig a településen, városon belüli közlekedést jelenti általában, és hát arra gondoltunk, hogy nagyon fontos az is, hogy a települések közötti kerékpáros közlekedés fejlesztését is hangsúlyozzuk. Az embereknek a kapcsolatait erősíti, meglátogathatják egymást, nagyon sok a munkába is járnak, iskolába kerékpárral, tehát adta magát, hogy ezzel is foglalkozzunk, és egy ilyen kis mozgalmat indítsunk el. A Csömöri Önkormányzat, aki ezt elindította, de nagyon sok szervezet, ugye a Magyar Kerékpáros Szövetség is, itt egy magyar kupa mountain bike verseny zajlik, ők is a közreműködők, és a legnagyobb hazai kerékpáros szervezet, a Magyar Kerékpáros Klub is a soraink között található, a Levegő Munkacsoport, akik ugye ismert környezetvédelmi szervezet, és sok egyéb támogató is van. Hány résztvevőre számítanak? Most már itt vagyunk 5-600-an dél körül, és azt hiszem, hogy több ezre leszünk. A második napja környező települések polgármestereivel, önkormányzati vezetőivel, helyi kerékpáros csoportjaival fogunk körtúrát tenni, ezzel is demonstrálva a települések közötti kerékpáros közlekedés fontosságát. Milyen műsorokra, programokra lehet még a bringázáson túl számítani? Hát külön kiemelném az evangélikus bringás istentiszteletet, ami a rendezvényhez kapcsolódik innen pár száz méterre a helyi evangélikus templomkertben. Honnan értesültetek erről, hogy itt lesz ez az istentisztelet? Interneten e-mailt kaptunk. Direkt erre az istentiszteletre jöttetek? Nem, ez is a program része volt, a hétvégi kirándulásunk része. Adj nekünk társakat, felépség, atyaim, és add meg titkaim. Most itt a biciklizést összekötjük egy istentisztelettel. Hogy jött ennek az ötlete? Nagyon sok olyan evangélikus közösség, evangélikus csoport és evangélikus testvér van, akinek az életében mind a kettő természetesen hozzátartozik. Sportolnak sokat, evangélikus fiatalok különböző körei nagyon jelentős túrákat tesznek meg kerékpárral is, és hát istentiszteletre azért még mindig járunk néhányan. Ezért úgy gondoltuk, hogy kössük össze a kettőt. Kössük össze az egészséges életmódot, kössük össze a kicsit kimozdulást a megszokott tömegközlekedés autó terekből, azzal, hogy egyébként ilyen szép időben, nem hagyományos keretek között, de mégiscsak közösen részt veszünk az istentiszteleten. Kedves kerékpáros testvéreim! Én gyerekkoromban kezdtem kerékpározni, amikor a nagyszüleimnél voltam nyáron, kaptam egy biciklit, és nekem a biciklizés az a szabadságot jelentette. Elszökhettem otthonról, úgyhogy senki nem tudta, hogy merre járok. Órákon keresztül biciklizhettem. És annyira erősen belém ívódott ez az egész, hogy ma is, hogyha megérzem egy kukorica táblának az illatát, akkor nekem egyből ez jut az eszembe. Rájöttem arra, hogy nekem a biciklizés azért fontos, mert igazából ez az, ami mozgásban tart. Ez az, ami újra és újra az életkedvemet, az életemnek a lendületét vissza tudja hozni, és egészen biztos vagyok abban, hogy Jézusnak ez a mondata ugyanerről szólt.
Azt mondja itt Jézus, hogy keressétek először az Isten országát és az ő igazságát, és minden más megadatik nektek. Valahogy, ahogyan a kerékpározásban, a biciklizésben a mozgás kell ahhoz, hogy az ember egyensúlyozni tudjon, úgy az életünkben is ugyanígy van, hogy az Isten keresés a szükséges az emberi élethez úgy, hogy valahogyan egyensúlyban tudjuk tartani az életünket. Az az alapvető üzenet, amelyet az egyházunk az utóbbi években elég erőteljesen megfogalmazott, miszerint a teremtett világért való felelősségünk az egy és oszthatatlan, hogy ez átment. Ez átment a Magyarország evangélikus közösségbe. Nagyon sokan gondolják úgy, hogy valóban óvnunk kell magunk körül a természetet. Nem egyfajta ilyen beszűkült, mélyzöld értelmezésre gondolok, hanem nézzük azt meg, hogy hol tudjuk kiváltani azokat a formákat, azokat a mondjuk járműeszköz használatokat. Na ez a kerékpározás. A teremtett világ iránti felelősséghez nagyon komoly kapcsolata van és közeli kapcsolata van. Hogyan lehet ebbe a gyülekezeteket mozgósítani? Hát mozgósítani a szó szoros értelmében kell, tehát hogy valóban mozogjanak. Nyugodtan járjanak kerékpárral Isten tiszteletre. A fiatalok nyugodtan kerékpárral tartsák a kapcsolatot a környékbeli gyülekezetekkel. Úgy gondolom, hogy erre jó üzeneteket adhat egy ilyesfajta akció. Vegyétek az Úrnak áldását, legyen az Úr előttetek, és mutassa nektek mindig az utat, legyen fölöttetek, és védjen meg titeket minden bajtól, legyen az Úr mögöttetek, és őrizzen meg minden gonosztól, és legyen az Úr alattatok, hogy amikor elestek, akkor legyen, aki felemelt titeket, az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Amen.